Csak az Egerért Most Egyesület rendelkezik választási szakmai munkaprogrammal, melyet civilek és vállalkozók véleménye alapján alkottak meg. Ezt Ábri Zoltán, a szervezet képviselőjelöltje mondta pénteken. Mit fogalmazott, a választók nem elégszenek meg plakátokon feltüntetett üres ígéretekkel, és ha áttekintik az Egerért Most programját, láthatják, hogy valódi megoldásokat kínálnak. Arról is beszélt, helyre kell állítani a választók bizalmát, amihez szerinte civil kontrollra van szükség a városházán. Az első lépés, hogy a közbizalom helyreálljon az egri városháza irányába, és ne történhessen meg az a jövőben, amit az elmúlt években, hogy önös érdekek, önkényes döntések miatt egyszerűen csorbul a demokrácia, és rendezetlenül működik a város. Oroján Sándor arról beszélt, a vasárnapi önkormányzati választás kizárólag Eger jövőjéről szól, nem politikai pártokról döntenek a választópolgárok. Hozzátette, az Egerért Most Egyesület hiteles civil jelöltekkel indul a körzetekben, akik Egert újra fejlődési pályára állíthatják. Én arra kérek mindenkit, most vasárnap Egerről döntsön, Eger jövőjét tartsa szem előtt, és válasszon olyan önkormányzati képviselőket, olyan jelölteket, akik alkalmasak és hitelesek, és polgármester jelöltként pedig támogassanak engem a szavazatukkal. Elhangzott, amennyiben bizalmat kapnak, javítanak a közbiztonságon, felújítják az utakat, járdákat, temetőket, több közösségi teret és parkolóhelyet létesítenek. Az egri borvidék hírnevét komplex fejlesztéssel öregbítik, és az elkerülő út megépítését is támogatják.